Oh, Tiki, mondd kérlek, hogy nem lőtte megint kolosszális bakot. Megdöntötted a hülyeségcsinálás világrekordját, ezt azonnal le kell mondani, indokokat csajok, gyorsan! Mondd, hogy már elég érkeztél a barátnőidnek. Vagy az, hogy eltévedtél útközben. Vagy az, hogy koncertre mész. Vagy az, hogy holnap a házi dolgozatot elírnod. Tudjátok, igazából szeretnék menni. Ha? Adrian megkért, hogy segítsek, és ha a tanácsomat kéri, hát legyen. Nem csinálok belőle problémát, és nem is vagyok féltékeny, mert... Mert ti ketten szeretitek egymást! Mert valójában nincs közöttünk semmi. Hogy érted azt, hogy nincs köztetek semmi? Még a vak is látja, hogy ez nem igaz. Adrian közelében még beszélni sem tudok. Képzeljétek, mit bénáznék össze, ha randira mennék vele. Talán a sors azt akarja, hogy csak barátok legyünk. Amikor barátként beszélünk, akkor ritkán szoktam bénázni. Érteni kell a jelekből, nem de? Vannak. Nem csinálhatod ezt!